Ezzel az olajfestményekből álló kiállítással nyitotta meg az évet a Kállai gyűjtemény januárban. A Fények és Színek című kiállítást követően minden hónapban új programokkal, tárlatokkal készült az intézmény. 2022-2023-ra csak mi voltunk nyitva egyedüli kutatási intézmény, hisz akkor a gazdasági helyzet ezt követelte meg, hogy bezárjanak intézmények. Emiatt mi már januártól kézművészeti kiállítással rukkoltunk ki, aminek érdekessége az, hogy Karakó Lászlóné kiállítására több mint 42 múzeumpedagógiai foglalkozást tudtak szervezni, vagy tudtunk szervezni, hiszen ezek a festményeken erdő, illetve vadállatok jelenítése volt az elsődleges. Mellett utána jött a Magyar Kultúra Napja, és akkor sorba vehetném azokat a kiállításokat, a március 15-ét, amelyben Kulcsár Róbert anyagából, egy fantasztikus magángyűjtőnek az anyagából állíthattunk ki nagyon sok relikviát. Úgyhogy nagyon nehéz így végvenni a kiállítási anyagokat. Ami nagyon sikeres volt, a március 15-e, és mondjam azt, hogy a legutolsó kiállításunk időszaki, a 175 éves a Magyar Honvédség időszaki kiállítás, amelyre megint csak rengeteg általános iskolás, óvodás és középiskolás látogatott el hozzánk. A kiállítások, múzeumi foglalkozások mellett márciustól egy több hónapon át tartó jubileumi rendezvénysorozattal készült a Kállai gyűjtemény, hiszen az intézmény 2023-ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A programok sikere számokban is kimutatható. Az idei eredményünk a látogatói létszámot tekintve több mint 20 000 látogatót mondhatunk magunknak, magunkéknak, és emellett rengeteg munka is van benne, mert a kiállítások, rendezvények vonalán mindig múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szervezünk, és tartottak a kollégák. 139 ilyen foglalkozás zajlott ebben az évben, úgyhogy ez is rekordszám a tavalyhoz és az előző évekhez képest. A kerek évfordulót egy kiadvány megjelentetésével koronázta meg a Kállai gyűjtemény. Büszkék vagyunk arra, hogy a Kállai gyűjtemény fennállása alatt az első önálló kiadványa is elkészült. Ez a 30 éves történetét foglalja írásba a gyűjtemény történetét. Ennek szerkesztője, elkészítője Ricó Éva könyvtárosunk volt, illetve dr. Holmán Zoltán történész, és ez teljesen a Kállai gyűjteményért alapítvány támogatásával, gondozásában jelent meg, úgyhogy ezt is szeretnénk folytatni a következő évben, hogy ez egy sorozattá váljon. Ez volt az első kiadványunk, és ezt folytatni szeretnénk. A 2024-es tervek között szerepel egy nyári Kállai világtalálkozó megszervezése, amelyre a részvétellel kapcsolatban már több mint 154 leszármazott jelzett vissza a világ minden tájáról. A 2024-es programok januárban kezdődnek, 18-án egy képzőművészeti kiállítással nyitja majd a szezont az intézmény.